korszerűtlen, lerobbant épületek és gazdaságtalan működtetések. Ezek voltak az utóbbi évtized legfőbb problémái, amelyeket Kovács Ferenc szerint sürgősen meg kellett oldani Nyíregyháza oktatási intézményeiben. Mint ahogy a város polgármestere elmondta, az elmúlt 9 évben erre a célra szánt mintegy 10 milliárd forint jelentős előrelépéseket hozott. Én két fő programot határoztam meg, az egyik az intézményeink felújítása, olyan állapotban voltak, a másik pedig a közúti infrastruktúra fejlesztés, mint kiemelt feladat. Jó így visszanézni, hogy mennyi minden történt, de előre kell néznünk. Az azt jelenti, hogy tudjuk azt, hogy az oktatás felértékelődik, nem csak a szakmunkás képzés, az már felértékelődött, és a város jövője szempontjából az oktatási intézményeink színvonala, minősége nagyon fontos tényező lesz. A Nyíregyházi Egyetem rektora a csütörtöki köznevelési tanácsülésen a pedagógusok módszertani ismereteinek bővítéséről tartott előadást a matematika, a szövegértés és a robotika területén. A város felsőoktatási intézményének célja az is, hogy több külföldi hallgató válassza a képzéseit. 2020-tól 4 szakon fogjuk elindítani az angol nyelvű képzésünket. Ez a gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök, a pilóta képzés, a rövid ciklusú képzésünk, és a zenekultúra kórusének specializációban angol nyelven fog folyni a képzés. Ide természetesen a magyar, de a külföldi hallgatókat is várjuk, illetve a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet akkreditáltuk. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az elmúlt időszakban a digitális kompetenciák fejlesztésére törekedett intézményeiben. Gurbánné Pap Mária elmondta továbbá, hogy az oktatásban kiemelt szerepet szánnak arra, hogy széleskörűen lehessen tanulni idegen nyelveket. Valamennyi ide települő nagyvállalat elvárja a dolgozóitól, hogy jól beszéljenek idegen nyelvet, így nagyon örülünk annak, hogy most már 25 csoport van a tanulóink az iskolában, angol és német nyelvet tanulhatnak, illetve felkínáltuk ezt a lehetőséget a jelenlévő gazdasági partnereinknek is. Intenzív nyelvtanfolyamok, és vannak olyan nyelvtanfolyamok, amelyek kezdő és haladó szinten is biztosítják a nyelvtanulást. A konferencián elhangzott, az oktatásra a jövőben kiemelt hangsúlyt fektetnek. Kovács Ferenc kiemelte a szakképzés fontosságát. A cél ugyanis az, hogy a városban működő multinacionális cégek több helyben képzett dolgozót alkalmazzanak.